Így néz ki a Moby Dick program utazó iroda konténere, amelyet ezen a héten az Apáczai Csere János Általános Iskola udvarán állítottak fel. A diákok a délelőtti 5 tematikus órán, valamint a délutáni szakkörökön a notebookok segítségével 3D-ben nyomtathattak, elsajátíthatták a LEGO robotikát, a pénzügyi tudatosságot, a programozást és megismerkedhettek a fenntarthatóság fogalmával. A programhoz egy kutatás is kapcsolódik, amelyben a gyerekek digitális eszközhasználati szokásait vizsgálták. A gyerekek 80%-a gyakorlatilag online a neten van. Az eszközök, amiket használnak, a tablet, a mobiltelefon, az a mindennapi életüknek a része. És ha ezt elfogadjuk, és valóban ez a valóság, hogy ez így van, akkor az a célunk, hogy ezeket az eszközöket tudatosan tudják használni. Tehát ne csak arra használják, hogy YouTube filmeket néznek vagy játszanak, hanem valóban értelmes tartalmat és értelmes tudás is ezeken keresztül el tudjunk juttatni hozzájuk. A 15 állomásból álló program 10. helyszíne volt Nyíregyháza. A gyerekek örömmel fogadták és használták a figyelemfelkeltő konténert. Szerencsés helyzetben voltunk, hogy komolyra fordítsam a szót, hiszen a programmal a POK-tól kaptunk egy felkérést, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében megkapnánk a Moby Dick lehetőségét a konténerbe. Ez minden megyében egy-egy településen, éppen mi leszünk a 10. állomása, illetve most már mondtam, hogy voltunk a 10. állomása az országban. A Moby Dick többek közt Egerbe és Balassagyarmatra is ellátogat, a tanév végén pedig az országos Erzsébet táborokba költözik, ahol további több száz gyermek ismerkedhet meg a modern digitális eszközökkel.